Köszöntöm Önöket, ez a Restart, a Kanizsa TV nyári magazinja. Tartsanak velünk ma is! 5 év után újra Magyarország adott otthont a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak. A Nagykanizsán megrendezett programon több mint 250 közép-európai fiatal vett részt. Gitáros csenyelven bemutatott szentmisével indult a Piarista Ifjúsági Találkozó Nagykanizsán. A több mint 250 fiatalt megmozgató programsorozat július 23-ától 29-éig tartott. El sol, los que en el fondo nos convocan. És találkozás Jézussal és Karazanciussal, akik a mi találkozásunknak az alapja. Az első szentmisén a Rómából érkezett Miguel Hiraldez generálisi asszisztens mondott prédikációt. Hangsúlyozta, Isten szól hozzánk, de a hangját a fülünkkel nem, csak a szívünkkel hallhatjuk meg. Isten hangja a lélek hangja, amelyet éppen csak meghallunk, aztán eltűnik, olyan, mint a szél. Megérinti a szívet és tovaszál. Senki nem tudja, honnan jön és mikor szól. Az a fontos, hogy figyelmesek legyünk, és akkor gyümölcsöt hoz bennünk a hangja. A fiatalok rengeteg közösségi programon vettek részt az egy hét alatt, amelynek a gerincét a lelkiségi alkalmak adták. Megérzik azt, hogy nincsenek egyedül a hitükkel. Sok olyan fiatal van, aki amikor a templomi közösségébe jár, azért akkor általában idősebbekkel találkozik, ez számukra egy nehéz helyzet. Hogyha itt látják azt, hogy sok más fiatal is van, aki a hitet és ezeket az értékeket fontosnak tartja, ez őket nagyon nagy mértékben megerősíti. Azokat a fiatalokat pedig, akik kevésbé hívők, kevésbé vallásosak, ők meg pont, hogy jó példát látnak, ami az ő bennük is ezt a vágyat előidézheti, hogy ők is keresztény közösséghez tartozhassanak. A mindennapi szentmise az ezeken a találkozókon hagyományos, természetes. Ezeket úgy igyekszünk összeállítani, furcsa szóval, hogy a fiatalokhoz szóljanak. Tehát, hogy akár az énekek, amelyek elhangoznak, akár a prédikáció az olyan legyen, ami az ő számukra is befogadható. Lesz egy szentségimádás pénteken este, ami egy bengyónási lehetőség, ugye, és a bűnbánat napján. Illetve minden nap reggel van reggeléma, ezt országonként tartják meg a résztvevők, van minden nap estéma, ez közösen történik, minden nap más országból érkezők rendezik meg, ezek adják a találkozó gerincét. Ezek mellett azért a kikapcsolódásra is jutott idő. A résztvevők Nagykanizsán városismereti vetélkedőn vettek részt, a hét későbbi részében pedig felkeresték a homokkomáromi kegytemplomot, Keszthelyen a Festetics kastélyt, a hétvégén pedig Budapestet. A Piarista Ifjúsági Találkozónak második alkalommal adott otthont Magyarország. Az előzőt 5 évvel ezelőtt tartották Kecskeméten. Először 2012-ben vettem ilyenen részt, a lengyelek már régebb óta csinálják, de mi akkor csatlakoztunk be magyarok. Én akkor egy kolléganőmmel 6 diákot vittem a csehországi Sreznicébe, és a következő évre megkaptuk a szervezés jogát, ami Kecskeméten volt, és akkor bekerültem a szervezés körébe. Én igazából az éneklésért vagyok helyel közel felelős, inkább a koordinációjáért. Igazság szerint ez egy nagyon jó közösség összekovácsoló erő, és ezt csak úgy tudjuk megszervezni ezt a találkozót, hogy a fiatalokat is bevonjuk, és az ő energiájukat hasznosítjuk, és a lelkesedésüket. És áprilisban volt egy animátorképző hétvége, amikor már láthatták, hogy körülbelül milyen feladatok várnak rájuk, hogy angolul most éppen a csoportokat vezessék a városban például.
és nagyon jó volt látni, hogy az elején még bizonytalan diákok, a végére akár a zenészek magabiztosan nagyon szépet tudnak alkotni, és tényleg sokra tudják vinni irányítással és gyakorlással, és azzal az érzéssel, hogy én ezt meg tudom csinálni, akár egymást támogatva. A találkozóra közép-európai országokból, így például Csehországból és Lengyelországból, valamint Magyarország különböző pontjairól érkeztek zömében 16 és 21 év közötti piarista kötődésű fiatalok. Többen már rutinos táborozónak számítanak. Két évvel ezelőtt volt Krakkóba világtalálkozó, ott voltam két hétig, utána voltam tavaly Csehországban, most idén akkor Nagykanizsán, akkor harmadik évem itt találkozom. Eddig az összes jól sikerült. Jó volt mindegyik, mindig láttunk valami kicsit a világból, városokat. Eddig jó volt, nekem az összes tetszett. Új embereket ismertünk meg mindig, hát kint két éve, ja igen, világtalálkozom, a családoknál laktunk. Mindenki nagyon kedves volt, és nagyon befogadóak voltak, és az képest, hogy tényleg tök idegenként mentünk oda, végül is nagyon jó barátokként váltunk el onnan a családoktól. Karosszéralkatos vagyok, most éppen érettségizek, mert tavaly leszakmunkás vizsgáztam. Jövőre kezdem az utolsó évemet ott, mindig jónak fogom visszaemlékezni, mert mai napig emlékszem, hogy 9-ben mit csináltam, hogy csináltam, és szerintem ez egy nagyon nagy élmény, mert egy nagy család a Gödi iskola, a többihez képest, hogy mi mindig szakmát tanultunk. Szerintem egy nagyobb közösség azért ott, hogy mi szakmát tanulunk, a többi meg érettségit ad, és kicsit összetartóbbak vagyunk, szerintem. Nekem nagy élmény mindig piaristának lenni, meg bármi van, mindig visszamehetünk oda, hogyha újra tanulni akarunk valamit, vagy kérdezni. Minden mester azt mondja, hogy gyertek, segítek bármiben, hogyha van. Szerintem ez egy jó dolog, hogy van egy ilyen kis közösség, ahol vissza lehet menni mindig. Néhány diák a szervezési feladatokból is kivette a részét, ki a talentumának megfelelően. Berke Bence szívesen fotózik, így ő a találkozó megörökítésében segített. A szervezői oldal ez új nekem, kicsit nehéz, sok vele munka, de annál nagyobb az öröm. Hát résztvevőként a krakkói az nekem nagyon jól telt. Végre láttam egy új várost, ahol még nem voltam, új embereket ismerhettem meg, és ezt az egészet egy olyan közösséggel, ami nagyon összetart. A találkozó résztvevője a Kanizsai Piarista Iskola kollégiumában szálltak meg. A házigazda intézmény igazgatója szerint a helyi diákközösség is sokat tud kamatoztatni egy ilyen nagyszabású eseményből. Most ők a házigazdák, tehát eddig vendégként voltak jelen minden egyes alkalommal, most házigazdaként kell mindazt a szeretetet, befogadást, amit megtapasztaltak akár Ausztriában, akár Szlovákiában, vagy éppen Lengyelországban, nekik most ebben kell előre lépni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy elfogadom másnak a szeretetét, vendéglátását, és aztán én magam is képes legyek hasonlóval viszonozni az ő barátságát. És aztán az is, hogy amiről korábban beszéltek, tehát minden évben, amikor találkozó van, a nyári találkozókon leginkább, leghosszabban, de bemutatkozik egy-egy intézmény, egy-egy közösség, egy-egy iskola. És akkor egy bemutatkozó filmet elkészítenek, pár perc, két-három perc, vagy táncolnak, beszélgetnek, csak egy részét tudják az életüknek megmutatni. Ez most egy lehetőség, hogy mindarról kézzelfogható bizonyítékot adjanak a társaiknak, barátaiknak, akiknek eddig csak beszéltek arról, hogy mi is Kanizsa. Éppen tegnap mondták, jöttek Poznánból, Lengyelországból, ami 1000 kilométerre van Kanizsától. Hát azért az nem kis távolság, 1000 kilométer. Onnan 1000 kilométerről egészen másként hat egy elmondott tanúságtétel, vagy egy kis film, mint a közvetlen közelről. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és minden évben más és más a hívó szó. Veled több az idei megszólítás. Ez a gondolat, ami itt, Kanizsán, a többségben vannak azok, akik vendégek itt a mostani környezetben, de akik itthon vannak, érezhetik azt, hogy akik jönnek, azokkal együtt több
az ő életük, több lesz az ő életük is itt Kanizsán, akár most a nyári szünetbe. Az igazgató azt is említésre méltónak tartja, hogy a diákok a vakáció idejéből egy hetet annak szentelnek, hogy lelkileg is gyarapodjanak és a hitüket megerősítsék. Titkait rejti egy szántóföld iharos berény közelében. A Bandérium Hungarorum hagyományőrző csoport 4 éve bukkant rá a régi falu Berin középkori templomának feltételezett helyére. A szokatlanul nagy épület feltehetően hasonló sorsra jutott, mint a korabeli kápolnák többsége. A törökök a településsel együtt elpusztították. Mint hagyományőrző egyesület nagyon fontos nekünk az, hogy a tárgyi leletek rekonstruálása mellett legyen egy helytörténeti háttere is az egész dolognak, és így kezdtem iharos berény helytörténetét kutatni, ha lehet ezt a kicsit nagyképű szót használni rá, és akkor így futottam bele abba, hogy létezett itt valamikor egy viszonylag korabeli források szerint is viszonylag nagy árpádkori templom, aminek ugye nem volt semmiféle nyoma, ugyanis a jelenlegi katolikus közössége a régi bárói kocsiszínben tartja a felekezeti gyűléseit. Hát nyilvánvaló volt, hogy a középkorban ez nem így volt, főleg, hogy ugye a szerepelt forrásokban is egy létezett templom, és azért elkezdtem kutatgatni ennek a vonalnak mentén utána menni a dolognak. Belefutottam, hogy hát valóban volt egy olyan terület, ahol elég valószínű, hogy valami ilyesmi lehetett. Kijöttünk a Kaposvári Múzeummal egy terepbejárásra, és akkor nagy mennyiségű csontot, középkori kerámiát, illetve télákat találtunk. Ugye ez lokálisan is lehatárolta a területet, mert ugye a kutatások alapján egy nagyon nagy terület realizálódott, és akkor azt sikerült leszűkíteni. Itt kezdtük el az északnyugati részét feltárni a templomnak. Látszik ez a kicsen négyzet, ez a toronynak a helye, és ezt tárjuk itt most fel. Ezek a sírok, ezek a torony belsejében vannak. Ott mellette ezek az egyenes vonalak, ezek az egykori falaknak a helye. Csak az a probléma, hogy hát az alapozásából is kiszedték a téglákat. Elvitték építőanyagként, tehát igazából csak a egykori falak alapárkát tudjuk kibontani jó részt. Viszont ezek is szépen kijelölik a templomot, tehát ugye ez a torony, itt vannak belsejében ezek a sírok, az a rész, ez a toronyhoz csatlakozó támpillér, és ezeket a nyugati támpillért próbálják most megkeresni a kollégáim, hogy kirajzoljon a templomnak a pontos vonala. Tehát így ott indul a templomhajó északi fala, ennek is a találkozását, a nyugat és az északi fal találkozását próbálják megkeresni, azért, hogy többek között ott is próbáljuk megnézni, hogy valami támpillérrel elősítették a templomot. A templomon belül, tehát az ugye ez a rész, és ha átmennénk oda másik szelvénybe, akkor látnánk körülbelül ezt a területet, itt már a templomban lévő temetkezéseket bontjuk ki. Thank you.
A feltárás az úgy fék, hogy el kell távolítanunk ezt a felső réteget, ami hát egy ilyen szántott, mozgatott réteg, és akkor kirajzolódnak alatta úgy nagyjából a templomnak, egy idő után kirajzolódnak az alapfalai, illetve hát az alapfalak helye, ugyanis itt a téglákat is kitermelték az alapozásból, építőanyagnak elhordták a, hát már az újkorban, a 19. században, 18-19. Században, ez történt a legtöbb környékbeli templommal. Különben, tehát ez azt lehet mondani, hogy itt teljesen átlagos sors, hogy a török alatt elpusztul a falu, részlegesen a templom is, és ami marad a templomból, azt a falu újja települése után az új templomhoz általában elhagyják építőanyagként. Én azt gondolom, hogy ugye ebbe az évben úgy körülbelül a templomnak ugye a harmadát tárjuk fel. Nem felt, még egy szelvényt szeretnénk nyitni, azt a templom szentélyénél, ami valahol arra lehet lenni a kukoricás fel, egy ilyen jó 10-15 méter innen olmostásunk, tehát lesz egy hely, ami kimarad, és akkor megnéznénk a keleti oldalát is. Minden igaz. Találtunk ilyen könyvcsatot, ami egy, valószínűleg a egykor a templom felszereléséhez tartozó kódexnek gyakorlatilag az egyedüli maradványa egyenlőre, amit megtaláltunk. Az egykori harangnak nagyon sok darabját megtaláltuk, látszik, hogy leéghetett a templom, akkor valószínűleg a toronyból leszakadó harang ugye így széttörik, beleállnak a darabja a földbe, nagyon sok darabját megtaláltuk. Találtuk ilyen kés, csat, tehát ilyen kisebb leheteket. Amit talán érdekes, hogy találtunk egy elég ilyen késő, ilyen kegyérmet is, ami valamikor én még nincs restaurálva, de úgy gondoljuk, hogy ilyen 18. század lehet. Ez annak jele, hogy itt is, ahogy a legtöbb ilyen elhagyott puszta templomban, betemetkeznek a pusztulás után is. Ezek a tárgyak kerültek elő a temető területén, illetve a templom környezetében, amit nagyrészt fémdetektorral találtunk. Egyszerű köznépi gyűrűket lehet látni. Valamilyen bronz tárgynak a talpa, valószínű süthető. Ez egy imakönyvnek vagy könyvnek a záró csatja, valószínű. Ez egy érem, amit valószínűleg nyakukban hordhattak, ez viszonylag késői, tehát sokkal fiatalabb, mint a templomnak az időszaka. Ez egy vaskés töredéke, illetve a sírokban található érmék, amik különböző korszakból származnak. Ez például egy korabeli hamis érme, amin látszik, hogy még van egy kis ezüstözés, de igazából részből készült az ezüst helyett. Új helyszínen a festői szépségű Kányavári szigeten tartotta hagyományos családi napját a Zala megyei Polgárőr Szövetség nagykanizsai járása. A programon elismeréseket is átadtak, főzőversenyt tartottak és játékos feladatokból sem volt hiány. Ez egy kifejezetten családi nap, mert úgy gondoltuk, hogy a polgárőröknek nem csak a mindennapokban dolgozni kell, hanem pihenni is, és a pihenést azt úgy képzeljük el, hogy a családdal együtt, tehát a feleség, férj, gyerekek is itt lehetnek a rendezvényünkön, és így közösen eszmét tudunk cserélni, tapasztalatokat cserélni, és szórakozni is természetesen. Beszélgessünk egy picit a mai napról, ez a felhőtlen kikapcsolódási szórakozási, milyen programokat szerveztek a vendégeknek? Ugye a délelőtt folyamán 10 órakor indult a programunk, akkor ott történt egy érdemérem átadás. Az elmúlt évben a kiemelkedő polgárőr szolgálatért adtunk át érmeket a kollégáknak. Utána elkezdődtek a sportversenyek, kötélhúzás, lesz csizmahajítás, aztán kincskeresés, célbarugás, tehát bővű választék lesz a versenyekből, és megpróbáljuk felhőtlenül eltölteni a
egész napot. Picit ezekről az érdemekről beszélgessünk, miben lehet kiérdemelni ezt az elismerést? Tehát akik megkapták, ők mit tettek a munkájukban, amivel ezt kiérdemelték? Ugye az elmúlt eltelt egy évnek a munkája alapján ítélik oda az Egyesület elnökök az érdemérmeket, és akkor úgy gondoltuk már több évvel ezelőtt, hogy itt egy szép alkalom lenne arra, hogy itt átadjuk ezeket az érmeket. Tehát a legtöbbet dolgozott, a legkiemelkedőbb tevékenységet végző polgárőr kaphatja meg ezt az érmet. A szüleim miatt csatlakoztam elsősorban a polgárőrséghez és a baráti társaság miatt. Tehát egy olyan jó kis csapatunk van, hogy én úgy gondolom, hogy ezt nem érdemes kihagyni. A szülők is esetleg tagjai a polgárőrségnek, vagy ez onnan jött, valamilyen jó példát látott? Igen, ők is tagok, és én úgy gondolom, én valahol állatvédő vagyok, civil állatvédő, és úgy gondolom, hogy a polgárőrséggel együtt nagyobb lehetőségünk van arra, hogy például állatokat mentsünk, vagy ha probléma van, akkor egy telefon és segítenek bármiben. Mióta tagja ennek a csapatnak? Én ifjú polgárőr nem voltam, mert akkor még erre nem volt lehetőség, de 12 éves korom óta részt veszek a rendezvényeken, segítek lebonyolítani a szervezést, hogy elég régóta. És akkor a szervezésen túl milyen jellegű feladatokkal találkozik a mindennapok során? Meg hogyha esetleg volt egy-két emlékezetesebb eset, akkor arról is szívesen hallanánk. Igazából emlékezetes eset, egy ember eltűnt, őt kerestük, sajnos akkor nem találtuk meg, de kiderült, hogy jó helyen volt, úgyhogy ebből probléma nem adódott. Igazából a falu védelme, ami nálunk elsősorban fontos, én úgy gondolom. Ehhez egyébként kell egyfajta ilyen lokálpatrióta érzés is, hogy akkor tényleg az ember a falujáért mindent megtesz, amit tud? Én úgy gondolom, hogy kell, ennélkül nem lehet nekiállni, nem is érdemes. Ön egyik azoknak, akik kaptak ma egy elismerést, nyilván példát lehet állítani a munkával, és ön szerint mivel érdemelte ki ezt az érdemérmet? Én úgy gondolom, most nem akarok nagyképű lenni, de a folyamatos részvétel a munkában az, hogy kiárunk, akárhányszor be vagyunk osztva, én úgy gondolom, hogy ezért. Mióta az aktív munka végzésemet befejeztem, akkor léptem be ebbe a polgárőr egyesületbe, és azóta próbálom ezt az egyesületet szolgálni. Mindamellett Nagykanizsa városát is, úgy érzem. Miért érezte fontosnak egyáltalán, hogy csatlakozzon a polgárőrséghez? Mi volt az, ami elindította önt erre? Ami erre elindított, a mi területünkön, mivel leginkább garázssorokra vigyázunk, nagyon sok betörés, félfeszítés ilyen történt. Aztán úgy gondoltam, hogy próbálok ebbe valamennyire segíteni az én készségeimhez képest. Aztán talán sikerült is, mert mostanában nincs annyi ilyen történet. A mellényünket, a ruhánkat meglátják. Én úgy érzem, hogy valamennyi visszatértő ereje van, bár fiatalítani kellene ezen a területen is, mert nagyon sok pártoló tagunk van, akik támogatják az egyesületünket, de ők nem érnek rá, vagy egyéb dolgok miatt ők nem lépnek be az egyesületbe. Ön szerint melyek ennek a hivatásnak a szépségei, ami miatt mondjuk a fiatalok számára is érdekes, vagy szerethető lehet? Én erre azt tudom mondani, hogy amikor megyek polgárőr szolgálatba, nyári időben van nekem 5 unokám, de abból 2 van itt állandóan, aztán amikor mondják, hogy a papa megy szolgálatba, engem olyan jó érzéssel tölt el. Ezt tudom rá mondani. Tartást, büszkeséget ad az embernek? Igen, valahogy érzem, hogy igen. Igen, valahogy érzem, hogy igen. És milyen a közösség az önök csapatán belül? Vegyes. Ami a legnagyobb problémának látom én, hogy öreg a társaságunk, vagy öregedőben van, kevés a fiatal, bár ezen próbálunk segíteni, de nagyon kevés fiatal tartja ezt fontosnak, hogy az egyesületünkbe lépjen. Ezen a családi napon volt egy ünnepélyes pillanat is, amikor érdemérmeket adtak át polgárőröknek. Ön is kapott egy ilyen elismerést. Ön szerint mivel érdemelte ezt ki? Büszkeséggel tölt el, és szerintem azzal, hogy próbálok minden feladatnak megfelelni, amivel megbíznak, hogy most a szolgálatban erre kell figyelni, arra kell figyelni. Én úgy gondolom, hogy emiatt érdemeltem ki ezt az érdemérmet. Az elmúlt 8 évben melyik
Melyek voltak a legemlékezetesebb pillanatok, hogyha így visszatekint? Olyan kirívó esetem nem volt, hála jó Istennek, de mikor helyt kellett állni a Városnapja rendezvényen, a temetői szolgálatoknál, minden szenteken, ezek mindig olyan jó érzéssel töltenek el, hogy valahol a közszolgáljuk. És meddig fogja folytatni ezt a munkát? Hát még bízom benne, hogy még egy pár évig csinálom. Hogy telnek a mindennapok a járásban a polgárőrök számára? Milyen feladatokkal, kihívásokkal néznek szembe? Hát természetesen az elmúlt egy évben nem csak bulisztunk, és nem csak szórakozási volt a főszerep, hanem dolgoztunk is. Ugye a nagykanizsai járásban közel 800 polgárőr dolgozik, és a tavalyi évben több mint 60 000 órát dolgoztunk a közösségért, ingyen és bérmentve természetesen, és ebben próbáltuk azért jobbítani az életkörülményeket a lakosságnak. Most ez a szem elsőre soknak tűnik, de hogyha a létszámot nézzük, akkor szükség lenne esetleg még utánpótlásra, vagy el tudják látni így a feladatokat, ahányan vannak? Természetesen mindig várjuk a hozzánk csatlakozókat, akik tenni akarnak a közösségükért valamit, úgyhogy fel is hívom mindenki figyelmét, hogyha valaki szeretne belépni a polgárőrségbe, akkor keresse a helyi egyesületet, és akkor ott az elnökkel fölvéve a kapcsolatot el lehet lépni a polgárőrségbe. Jellemzően milyen feladatokat látnak el? Ugye főleg a polgárőrség kisebb településeken működik, de természetesen Nagykanizsán is. A fő feladatunk a járőrzés, az éjszakai szolgálat, aztán foglalkozunk rendezvénybiztosításokkal, akár kerékpárverseny, akár bármiféle Nagykanizsán is a többféle rendezvényen részt vesznek a kollégák, és ebben telik főleg a munkánk. Most, hogyha itt körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy szép számmal vannak fiatalok, hölgyek is. Úgy látom, hogy ezért mindenkit megmozgathat ez a polgárőri feladatkör. Így van. Úgy alakult a polgárőrség, hogy általában az idősebb korosztály volt bent, de hála Isten a fiatalok is, és a férj, feleség, de akár a gyerekek is, a mi egyesületünkben is családias a légkör, és egész család bent van az egyesületben. Tehát így tovább tudjuk adni a stafétát, és lesznek továbbiakban is polgárőrök. A saját városukban és településükön mit tapasztalnak, mit jelentenek a polgárőrök az adott közösség számára? Érkeznek-e esetleg visszajelzések, hogy igenis igénylik és szükség van az önök munkájára? Többnyire a településeken ez úgy működik, hogy tényleg igénylik a település lakossága, vagy esetleg az önkormányzat a munkánkat. Persze természetesen is vegyesek a tapasztalatok. Van, ahol nem teljesen jól működik ez a dolog, de úgy gondolom, hogy tudunk tenni a közösségért. Hát csak gondoljunk bele, hogy egy kisebb településen, ahol a polgárőrségen kívül nincs más közösségmozgató erő, ott nem csak az a feladatunk, hogy járőrözzünk, hanem egy picit összetartjuk a közösséget is. Ennyi fért mai adásunkba, munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket jövő szerdán is, addig is viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.